Csomagolják a tojásokat az egyik Győr környéki üzemben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ez az élelmiszer drágult a legjobban Magyarországon. 2017 végén csak nem 50%-kal kellett érte többet fizetni, mint egy évvel korábban. A Farm Tojás ügyvezető igazgatója azt mondja, tavaly két olyan csapás érte az ágazatot, amelyre az elmúlt 20 évben nem volt példa. Az egyik ilyen csapás a madárinfluenza járvány volt tavasszal, a másik pedig a fipronil szennyezés ősszel, és ez a két csapás okozta azt, hogy jelentős mennyiségű tyúkállományokat ki kellett vágni. Ez nem csak Magyarországon, hanem egész európai szinten megtörtént, és ezért a kínálati piac az nagy mértékben lecsökkent, tehát nem volt elegendő tojás. Ez okozta a drágulást, amely 2017 végére érte el a csúcspontját, egy darab átlagos tojásért akár 60 forintot is elkérhettek a boltokban. Kertész Tamás szerint húsvét környékén is magasabb árakra lehet számítani, a január azonban csökkenést hozott a piacon. November-decemberi árakhoz viszonyítva január-február hónapban mintegy 25%-os termelői árcsökkenés volt tapasztalható. Ezt úgy értem, ezt a termelői árat, hogy ez az az ár, amennyiért mi átadjuk a csomagolt tojást a kereskedőknek. Nyilván nekünk arra nincsen ráhatásunk, hogy a kereskedők a polcokon milyen áron teszik ki a terméket. Az élelmiszerek esetében átlagosan csak nem 4,5%-os volt az emelkedés, amely szinte az összes napi fogyasztási cikket érintette, beleértve a söröket, üdítőket is. Azok a nagykerek, illetve forgalmazók, ahonnan mi szerezzük be az áruk jelentős részét, ők is már jelezték előre, hogy áremelkedés fog történni. Hát ugye, ha körbenézünk itt az üzletbe, akkor nagyon meg tudjuk mi is nézni, hogy egy-két olyan alapvető terméknek is fölment az ára, amit tavaly mondjuk azonos időszakban akár olcsóbban lehetett megvenni. Nyilván ennek orvoslására mi is próbálunk mondjuk akciókat behozni, de ugye vannak olyan termékek, ahol kénytelenek vagyunk árat emelni. Emelkedtek a munkabérek is, így a tulajdonosnak ennek a költségét is ki kell gazdálkodni. Németh Jenő Péter elmondta, vásárlóik részéről vegyes a fogadtatás. Van, aki észreveszi a változást, de akad olyan is, akinek fel sem tűnik az áremelkedés.